Érdekes jelenség. Noé bárkáján mindenki egy oldalra mennek. Na hát Isten hozott. Jó reggelt. Szeretnék imával kezdeni, és akkor mehetünk az Úr elé dicsőítésben. Neki énekeljünk. Köszönjük, Uram, ezt a reggelt, és hálásak vagyunk. Uram, azért, hogy megújult a Te kegyelmed felénk ma reggel, hiszen ezt olvassuk a Te igédben, hogy minden nap, mintha elénk teszel egy tiszta lapot, hogy nem terheli semmi ma a veled való kapcsolatunkat, amit a múltban tettünk, amit hozunk magunkkal, hanem Uram, Te tisztának látsz minket Krisztus vére miatt. És köszönjük Neked ezt a csodálatos ajándékot, Uram, hogy Te az életedet adtad értünk, Te a véreddel tisztára mostál. És Uram, mi ünneplünk és dicsőítünk Téged ezért. És hadd zengjenek a dalaink hozzád, Uram. Segíts a szívünket, az arcunkat felét fordítani, Uram. Jézus nevében imádkoztam. Amen. Amen. A dicsőítés alatt tudtok úrvacsorát venni, ahogy szoktuk. Ott van hátul a lépcső tetején az úrvacsora kellékei. Emlékezzetek meg Krisztus áldozatáról. Álljunk fel! Ég és föld királya, ég és föld királya, menj és föld királya, menj és föld királya. Menj volt a te házad, tiéd minden dicsőség, csodás Isten a mindenség ura, hiszem szent vagy, szent vagy, nagy világ csak téged magasztal, hiszem Halleluja, az ég és föld urának, halleluja.
ég ura, hiszem szent vagy, szent vagy, nagy világ csak téged magasztal, hiszem szent vagy, szent vagy, nagy világ csak téged magasztal. Hiszem szent vagy, szent vagy. Nincs más cél és nincs más út, nincs más kéz, mi értünk nyúl. Szomjas vagy, nincs más kút, Jézus az egyetlen. Pillantása mindent lát, érintése átformál, elég a szól egy szót, sporba hull, súlyos lánc. Ő a minden, akire nézve, ég és föld teremtetett. Beszéde élet szeretetében, én is elmerülhetek. Ő a minden, akire nézve, ég és föld teremtetett. Beszéde élet szeretetébe, én is elmerülhetem. Nincs más cél és nincs más út. Nincs más cél és nincs más út. Nincs más kéz, mi értünk nyúl. Szomjas vagy, nincs más kút, Jézus az egyetlen. Pillantása mindent lát, érintése átformál, elég a szól egy szót, sporba hull, súlyos lánc. Ő a minden, akire nézve, ég és föld teremtetett. Széde élet szeretetébe, én is elmerülhetek. Ő a minden, akire nézve, ég és föld teremtetett. Beszéde élet szeretetébe, én is elmerülhetek. Értem, jöv, rám talál, szeretve felkarolt engem. Minden szív, minden száj, vallja Jézus az szarvas hűs víz forrásra, úgy szomjazik lelkem rám. Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzám.
mint szarvas hűs víz forrásra, úgy szomjazik lelkem rá. Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzá. Miért csüggedsz el én lelkem, hisz pajzsod ő és támaszom. Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, hálával áldozol. Mint szarvas hűs víz forrásra, úgy szomjazik lelkem rá. Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek hozzá. Rám gondot viseltél, magam útját jártam, mikor szelíden hívtál, szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom, te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt, nézhesselek téged, és nyerjek új erőt. Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem. Jelenlétedben ruhádat megérintetem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden
minden nap megtart a kegyelem. Én még mit sem tudtam róla, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. Magam útját jártam, mikor szelíden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Utánam jöhet.
érdemeltem, mégis minden enyém lett. Ó, az el nem múló túláradó vakmehő szerelem. Teremtő tervedben engem is akartál. Hozzám annyira hű voltál. Még hangot sem adtam, de felettem daloltál. Hozzám annyira jó voltál. Uram, hálásak vagyunk neked, mert te valóban nagyon jó vagy hozzánk. Teljesen érdemtelenül állunk előtted, de te mégis átölelsz minket. Apró kis porszemek vagyunk, de te értékesnek tartasz minket, és gyermeketként szeretsz. És ezt tényleg semmivel nem érdemelhetjük ki, és pont ez a fantasztikus benne, hogy te akkor is átölelsz. Köszönöm, Uram, hogy átölelsz minket itt és most is. És köszönöm, hogy a borús hideg idő ellenére is úgy érezhetjük, hogy a te melegséged tölt be minket. Kérlek, hogy így tölts be minket most ezen az alkalmon, és nyisd meg a szívünket a te üzenetedre, a tanításra, amit Tamáson keresztül mondani szeretnél nekünk. Amen. Oké, szeretnénk egy heti alkalmat, a szerdai, újrainduló szerdai alkalmat promózni nektek egy pillanatra, és a Robi fogja ezt megtenni. Köszönöm, sziasztok, áldott vasárnapot kívánok nektek. Múlt héten újraindítottuk a szerdai adullámos alkalmat. Ez egy ilyen, az én szívemben nagyon rajta van ennek a gyülekezetnek a missziója és a missziós tevékenysége, és azt gondolom, hogy ez nem feltétlen abból kell állni, hogy kiállunk zenélni a főtérre, hanem inkább abból, hogy a környezetünkben, a körülöttünk lévő emberekkel beszélgetünk, nekik bizonyságot teszünk, és az életünkön keresztül megmutatjuk nekik, hogy milyen kereszténynek lenni. Ez a folyamat, ez gyakorlatilag a mi életünkben is folyamatosan egyfajta tanítványképzés, hiszen mi mindannyian Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, és igazából nekem az a célom, hogy ezekkel a szerdai alkalmakkal a tesókat erre készítsen fel valamilyen szinten, illetőleg közösen erre készüljünk fel. Tehát ne gondoljátok, hogy én ebbe hú de profi vagyok, hanem együtt szeretnénk bizonyos gondolatokon, bizonyos keresztény alapelveken végigmenni, közben Bibliát olvasva, és ehhez a vezérfonalat ez a könyv fogja adni, alapozás a címe. Nagyon rövid kis fejezetek vannak benne, egy-két gondolattal, amit szeretnék veletek közösen kibontani. Ebből a könyvből itt egy párat majd találtok a könyvtárba, a könyvespolcon, hogyha valaki érdeklődik iránta, akkor olvassátok, forgassátok, és mindenkit szeretettel várok szerdánként az alkalmakon. Köszönöm. Valóban Isten hozott. Kérlek, lapozz a Nehémiás könyvéhez, a 9. fejezethez. Ennek a könyvnek a tanulmányozásában haladunk előre, itt a 9. fejezetnél vagyunk, és látjuk, hogy ez a könyv egy nemzet ébredésének a története. Pedig nem így indul, hanem a könyv története azzal indul, hogy Isten elhívta Nehémiást a perzsa király mellől, hogy építse fel Jeruzsálem falait. Tehát egy ilyen építési projektnek indul ez az egész történet, de Isten nem csak a falakat és a város szeretné helyreállítani, hanem sokkal inkább érdekli az, hogy az emberek szíve milyen állapotban van, akik ott laknak.
A hetedik hónapba tartunk, és azzal indult ez a hetedik hónap, hogy elkészültek a falak, a kapuk a helyükön vannak, és Isten népe odament Esdráshoz, egy írástudóhoz, aki szívéből arra törekedett, hogy ismerje Isten igéjét. Oda mentek hozzá, és azt kérték, hogy olvasd fel nekünk az igét. Olvasd fel nekünk a törvényt. Valószínűleg életükben először hallották Isten igéjét, és egy éhség volt bennük az Úr szava iránt. A nép állva hallgatta 6 órán keresztül, ahogy Esdrás olvasta Isten igéjét nekik, és mintha szíven találta volna őket, emlékeztek, hogy sírva fakadtak. A lévitáknak kellett kimenni és a népet csítíteni, hogy ne sírjatok, hiszen öröm ünnep ez. És nekem nagyon tetszik, amikor Isten igéje ezt teszi, és tudom, hogy ti is átértetek már ilyet, amikor olvassuk Isten igéjét, és szíven talál, akkor van bennünk egy ilyen, egy bizonyos fokig egy szomorúság, mert hogy mennyire nem tartunk még ott, ahol tartanunk kéne, de egyből Isten hozza az ő kegyelmét is, és találkozik velünk. Az a kegyelem, ami tovább visz arról a helyről, és munkálkodik bennünk. Tehát nem hagy minket így a szomorúságban, hanem egy örömvé tudja azt formálni, és a munkát folytatja bennünk. Az egész város megünnepli a sátoros ünnepet, sőt az egész nemzet, és ez egy nagyon különleges pillanat, talán a történelemben Józsué után először, ahogy a könyv mondja, Isten népe odafordul az Úrhoz. És innen folytatjuk a 9. fejezet első versétől. Ennek a hónapnak 24. napján összegyűltek Izrael fiai, és böjtöltek, zsákruhát öltöttek, és port hintettek magukra. Szóval ez közvetlen folytatása annak, amit múltkor vettünk, hogy hallják Isten igéjét, eltelik 20 nap, vagy ahogy itt olvasok, a 24. napnál vagyunk a hónapban, és eddig minden nap összegyűltek, és hallgatták az Isten igéjét. Most nem mondta el az ige, hogy mi történt ez alatt a napok alatt részletesen, de odaérünk, hogy böjtölnek, hogy zsákruhát öltenek, és hamut szórnak a fejükre. Észrevetted azt, hogy ha Isten népe böjtöl, akkor már nagyon komoly ügy van. Legalábbis nálunk így van, hogyha egy férfit Isten rá tud venni, hogy böjtöljön, akkor már nagyon komoly lelki dolgok zajlanak benne. Mert ugye ennünk szabad, és szeretünk enni, ehhez erős kötődésünk van mindannyiunknak. Ha erről hajlandóak vagyunk lemondani, akkor valóban Isten már valami komoly dolgot csinál bennünk. Szóval ezek az emberek átélik Istennek egy nagyon komoly, mély munkáját, és figyelnek az igére. Az ige nem csak bemegy az egyik fülükön, és kimegy a másikon, hanem megérinti őket, és elvégzi azt a munkát, amire elküldetett. Izrael utódai elkülönültek minden idegentől, azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik bűnéről. Majd a nap negyed részén át helyükön állva és álltak és felolvastak nekik Istenüknek az Úrnak törvénykönyvéből, negyed részén át pedig hitvallást tettek újra és újra, leborulva közben Istenük az Úr előtt. Ez a történet nagyon különleges pillanatot örökít meg. Amikor az emberek arra az elhatározásra jutnak, hogy szeretnék az életüket tisztán látni Isten előtt. Odaállnak az Úr elé, és így megvallják a bűneiket. És ez szerintem egy alapvető, nagyon fontos része a keresztény életnek. Amikor az ember szembesül az igéből arról, hogy Isten milyen embert szeretne belőle kiformálni, hogy milyen útra szeretné terelni, észreveszem, hogy én nem tartok még ott. Így meglátom az ige tükrében a bűneimet, meg a gyengeségeimet. Itt nem szabad itt megragadni, mert az ember ilyenkor könnyen csap át önvádlásba, hogy de hát én annyira távol vagyok Istentől, oly reménytelen vagyok, la-la-la-la-la. Igen, de ott van Isten kegyelme. És arra von minket ez a meggyőzés, ez az elhatározás, hogy Uram, én ezeket a bűnöket le akarom tenni. Én meg akarok változni. Ezt egyedül Isten igéje tudja így elvégezni. Akármikor volt ébredés a történelemben, Isten igéje mindig középpontban volt. Hogyha szeretnél a saját életedben egy lelki növekedést, egy lelki robbanást, akkor Isten igéje kell, hogy ennek a motorja legyen. Akkor újra közel kell engedned Isten igéjét a szívedhez. Mert ez az ige, úgy mondja az ige magáról, egy kétélű kard. Élesebb, mint minden kétélű kard, ami el tud hatolni az ember belsejébe, különválasztva a test és a lélek dolgait. Ezt más nem tudja megtenni. Ehhez Isten igéjét kell. És ezek az emberek átélik. Zsákruhát húznak a
magukra, és port intenek a fejükre. Ez a zsidó kultúrában a megalázkodás jele volt. Tehát megalázzák magukat Isten előtt. Én olyan reményteljes vagyok ez ügyben egyébként, a saját életünk felől, hogyha Isten jelenlétében igét töltünk, akkor Isten ezt a mi életünkben is elvégzi. Mert amikor az ige elindul, amikor az igét beengedjük, az ige nem tér vissza a dolga végezetlenül. Sosincs változás nélkül, amikor találkozunk vele. Az Ézsaiás könyvét olvassuk, az első 5 fejezetben Ézsaiás, mint egy proféta, Isten szavát mondja el, és így ossza a népeket, hogy jaj neked Edom, jaj neked Filisztea, jaj neked Moab, és így ossza az ítéletet. És olyan érdekes, hogy eljutunk a 6. fejezethez, amikor azt olvassuk, hogy Ézsaiás Isten jelenlétébe találta magát. Azt mondta, hogy ott álltam a templomban, és láttam Isten angyalait. Láttam Isten fenségét. És képzeljétek el, a következő mondat az, hogy jaj nekem. Jaj nekem, én egy tisztátalan ember vagyok. Szerintem sok ember, sok hívő ember tudja az igazságot. És másra ránéz egy nem hívő emberre, vagy a körülötte lévő emberek, és meg tudja jól ítélni őket, hogy jaj nekik, ők még nem, ők még mindig, jaj nekik. De hogy érdekes, hogy amikor Isten jelenlétébe találjuk magunkat, akkor ez egyben meglátjuk a saját magunk állapotát. És Ézsaiás azt mondja, hogy jaj nekem. Tehát sehol nem vagyok. És a következő pillanatban Isten egy angyal küld, és egy az oltárról vett parázsral így tisztává teszi Ézsaiást. Megérinti őt. És én tudom, hogy ezt Isten velünk is meg tudja tenni. Így megmutatja a saját állapotunkat, és utána megérint, és azt mondja, hogy Tamás, folytasd, én erőt adok hozzá. Én megtisztítalak téged. Birkózol bizonyos gyengeségekkel az életedben? Ez egy ilyen költői kérdés, mert tudom, mindannyian, csak szeretném egy pillanatot gondolkodnál rajta. Birkózol bizonyos gyengeségekkel, amiket már nem szeretnél ott látni, de ott vannak. Ez egy jó dolog, ez a birkózás. De én tudom, hogy Isten igéje a Szentlélek által tud ezekben előrébb vinni. Mert évekig én próbáltam magam ezeket legyőzni. Voltak gyengeségeim, vannak gyengeségeim, amivel sokszor kudarcot élek meg. Mert úgy érzem, hogy testből akarok harcolni, hogy el akarom szorítani magamban, és nem tudom. De Isten igéje tud ezeken a területeken munkát végezni. Mert Isten olyan irgalmas, olyan türelmes. Én magamon meg vagyok lepődve, hogy ó, Tamás, te már még mindig itt tartasz, még mindig ebben tusakodsz, még mindig ilyen gondolataid vannak. De az a jó, hogy Isten nincs meglepődve. Isten így nem csalódik bennünk. Tudjátok, hogy Isten, amikor megváltott minket, akkor ezt nem úgy tette, hogy na végre itt van egy ember, aki valóban, aki tökéletesen fog velem járni. És amikor újra vétkezel, akkor hát ezt nem gondoltam volna. Tehát így, te voltál a reménységem. Mit csinálsz? Nem, Isten pontosan tudja, hogy porból lettünk, tudja, hogy az életünk porhoz tapad, és hogy irgalomra szorulunk. Ő nem csalódik, mert tudja előre. Emlékeztek, amikor Péter készült a nagy hőstettére, hogy majd kiáll Jézusért, amikor jönnek elfogni, és előtte Jézus azt mondta, hogy Péter, mielőtt megszólal a kakas 2-szer, te 3-szor megtagadsz engem. Én? Hát nem. És amikor pár órával később megszólalt a kakas, Péter keservesen sírva fakadt, mert valóban 3-szor letagadta azt, hogy valaha is ismerte Jézust. És akkor az ige azt írja, hogy Jézus ránézett Péterre, nem pontosan tudjuk, hogy hogyan, azt nem mondja el, de tudom, hogy ez nem a vádlás tekintete volt, hanem az, hogy Péter, én tudtam előre. És így is szeretlek. Csak ne maradj ezen a helyen. Majd elmegyek, és találkozunk, és folytathatod. Szerintem sokszor az a hibánk, hogy kivetítjük az emberi gondolatainkat Istenre, és azt gondolnánk, hogy Isten már csalódott bennünk. De nem. Nézzétek meg, ezek az emberek 3 órán keresztül, azt mondja, hogy a nap negyed részében hallgatták Isten igét, 3 órán keresztül olvasták az igét, majd 3 órán keresztül vallást tettek a bűneikről. 3 órán keresztül vallást tenni a bűneikről. Elég régóta nem beszélgethettek Istennel, de most így jól megbeszélik a dolgot. Szeretnék kérdezni valamit, és nem vádlásból kérdezem.
De hogy volt már olyan veled, hogy így félretettél 6 órát Istennek az életedből, így egyben? Itt most egy nap történését látjuk, 3 napig igét olvastak, és három óráig igét olvastak, és 3 órán keresztül meg reagáltak arra, amit olvastak. 6 óra. Kevesebb, mint egy munkaidő. És hányszor megyünk a munkába az életünk során? Meg se tudjuk számolni. De hány olyan alkalom van, amikor 6 órát így odaadunk Istennek, és azt mondod, hogy Uram, én most ezt neked szánom. Én most ide leülök a Bibliámmal, olvasni fogom, és figyelni arra, amit szólsz hozzám, és reagálni. Én arra, egy kicsit szeretnék ebbe így belehívni, hogy próbáld ki, hogy mit fog csinálni Isten. Hidd el nekem, hogy Isten előtt töltött órák, azok nem elvesztegetett órák. Nem fog az 6 óra elmúlni eredmény nélkül. És lehet, hogy lesz benne bűnvallás, akkor ez egy nagyon helyes pillanat. Lehet, hogy lesz benne segélykiáltás, lehet, hogy lesz benne hálaadás, de tudom, hogy egy találkozás lesz, mert Isten ezt szeretné, hogy találkozhasson veled azon a helyen, ahol tartasz. Neki ez fontos, remélem nekünk is az. Ezek az emberek elkülönültek az idegenektől, azt olvassuk, amikor zsákruhát öltöttek, Izrael utódai elkülönültek minden idegen néptől. Szerintem a mi életünkben is van olyan dolog, amitől Isten azt szeretné, hogy különüljünk el. Én ezt nem nevezem meg, mert nem az én dolgom. A Szentlélek ezt megteszi, akár most is, hogyha kérjük. El kell különülnünk dolgoktól, és sok embernek egyébként, aki kívülről nézi a kereszténységet, ez a képe, hogy a keresztények dolgoktól elkülönülnek, hogy ezt nem lehet csinálni, oda nem lehet menni, azt nem lehet nézni, azt nem lehet mondani. És van egy ilyen része, de az, a keresztény elkülönülés az mindig egy odafordulás is. Tehát, hogy elfordulsz valamitől, és odafordulsz máshoz. Tehát elfordulsz egy dologtól, ami káros neked, és odafordulsz Istenhez. Tehát nem csak lemondás, nem csak elkülönülés, hogy neked ezt nem szabad, azt nem szabad, hanem Isten odahív magához, és pótolja azokat a dolgokat sokkal jobb dolgokkal. Az Úr számára elkülönültett élet, amire Isten hív minket. Megalázzák magukat, elfordulnak a bűneiktől, a világosságba akarnak járni, és engedik Isten igéjét munkálkodni. Tök jó dolgokat tesznek. És így folytatódik. Azután fölállt a léviták emelvényére Jésua, Báni, Kadmiel, Sebanyá, Buni, Sérébjá, Báni, Kenáni, és hangos szóval kiáltottak Istenükhöz az Úrhoz. Majd ezt mondták a léviták, Jésua, Kadmiel, Báni, Hasabneá, Sérébjá, Hodíjá, Sebanyá, Petachjá, jöjjetek, áldjátok az Urat, a ti isteneteket, örökkön örökké. Áldják dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Ami ebben a fejezetben benne van, nem fogjuk végigvenni, ez a leghosszabb lejegyzett ima a Bibliában. Egyébként nem olyan hosszú, ha fölolvasod otthon és leméred, ez még nem tartott órákig. De mégis abban az időben a sok elmondott ima közül, amit elmondott Nehémiás, elmondott Esdrás, elmondott sok ember ezen az ünnepen is, a Szentlélek úgy gondolta, hogy ezt az imát tesszük bele majd a Bibliába, és ez az ima lesz majd, amit majd olvashat a Váci Golgota nyája is, olvashatunk mi, mert Isten ezt nekünk akarta, hogy ott szerepeljen a szemünk előtt. Mert ez egy fontos imádság. Ha szeretnél változásokat az életedben, akkor figyelj oda erre, amit itt föl fogunk olvasni. Mit látunk benne? Látni fogunk egy kontrasztot. Egy képet fest ez az ima Istenről, és egy képet fest ez az ima az emberről. Hogy milyen Isten, és milyen az ember. És nem szaladok előre, de nagyon sokszor mondja ez az ima, hogy Uram, te adtál, te hűséges voltál, és adtál, és te végig ott voltál, és adtál, de mi oly hűtlenek voltunk, mi oly sokszor elfordultunk. Isten hű volt, de az ő népe elfordult. Az ő népe elfordult, de Isten hű maradt. És olyan jó ez az ima, hogy így nem az embert emeli fel, hanem Istent emeli fel. És szerintem ez a jó imádság.
ami Istenről szól. Isten felé fordul, és ő dicsőíti. Áldjuk dicső nevedet, amely magasztosabb minden áldásnál és dicséretnél. Tudtad, hogy a zsidó emberek nem mondhatták ki Isten nevét? Ugye volt az a bizonyos neve Istennek, ahogy bemutatkozott a égő csipkebokornál Mózesnek, és a zsidók annyira tisztelték azt a nevet, hogy nem mondták ki. Oly szent volt, hogy helyette mondtak más neveket, Adonai, vagy Elohim, vagy El, de azt a nevet, hogy Jehova, ha gondoljuk, hogy így ejtették, azt nem mondták ki. Mert oly szentnek tartották. Én olyan hálás vagyok, hogy az én Istenem nevét mi kimondhatjuk. És elmondhatjuk Jézusnak, hogy Jézus, szeretlek téged. Te vagy az én élő Istenem, aki emberré lettél. És mi nevén szólíthatjuk őt. Emlékszel arra az időre, amikor megtértél? Most, ahogy készültem a bibliórára, egy kicsit gondolkodtam azon az időn. Én akkor nem ismertem a Bibliát. Nem volt teológiai végzettségem. Nem tudtam, hogy mit mond az ige, de emlékszem, hogy megtanultam, hogy mit jelent Jézus neve. Hogy ő kicsoda. És emlékszem, hogy így átjárt engem ez az öröm, hogy ismerhetem őt. Hogy ráébredtem, hogy mennyire szeret engem. Hogy megmentett. Lenyűgözött, hogy engem Isten így szeret. Hogy velem tényleg így törődik. Azt sem tudtam, hol van a Galata levél. De emlékszem, hogy amikor meghalt édesapám, és annyira hiányzott nekem, hogy legyen egy apukám, Isten egyszerűen a szívemre tette ezt az üzenetet, hogy Isten fiai a bennük lakó lélek által kiáltják, hogy Abba, Atyám. Én ezt nem tudtam, hogy ez a vers szerepel a Bibliában, de én elkezdtem a szívemben megtapasztalni, hogy engem Isten egy apai szeretettel szeret. Tényleg a bennem lakó lélek így kiáltott belőlem, hogy tényleg most te vagy az édesapám. Én azt szeretném, hogy ez a tűz, ez a szenvedély, ez a fajta közelség ott legyen bennünk, akkor is, ha már évek óta járunk Istennel. Mert az ismeret, meg azóta a kialakult teológiai ismeret, nem kell, hogy ezt felülírja, vagy nem kell, hogy helyére álljon. Nincs semmi baj azzal, hogy van alapos ige ismeretünk, sőt, ez egy kiváló dolog. Vagy hogy van egy jól felépített, szisztematikus teológiánk. Ez egy nagyon jó dolog. De nem pótolja azt a dinamikus kapcsolatot Jézussal, amit már az első pillanatban megélhettünk a megtérésünk után. Nem elég tudni Istenről. Nekem őt kell ismernem. Amikor megtértem, emlékszem, akkor nagyon sokat beszéltem Istenről. Bennem állt a szám. Mert így nem tudtam, hogy erről hogy lehet beszélni, mit lehet beszélni, és egy csomó embert szerintem idegesítettem vele. És most pedig úgy érzem, hogy a keresztény érettség nevében már így sokkal kevesebbet beszélek Istenről emberekkel, nem akarom megbántani őket, hanem már így távolról így meg tudom ítélni őket, hogy ők hogy állnak, és így távolról szeretem őket, és ez egy olyan béna dolog. Szóval nem lehet valakit távolról szeretni, hanem így oda kell menni hozzá, oda kell hajolni, meg kell tudni ölelni, és azt mondani, hogy Isten szeret téged. Tehát így közel kell menni a másikhoz. Úgymond kicsit így az arcába állni. Persze nem bántó módon, nem az a lényeg, hanem az, hogy láthassák a valódiságát ennek. 6. vers. Uram, te vagy egyedül. Te alkottad az eget, az egek egeit, és minden seregüket, a földet, és mindent, ami rajta van, a tengereket, és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájuknak. Téged imád a mennyei sereg. Uram, te vagy egyedül. Tudtad, hogy ez a szent szónak a definíciója? Isten szent, szent, szent. Tudjátok, ez lesz a dal a mennyben. Isten szent, szent, szent. És ez azt jelenti, lefordítva, hogy Uram, nincsen senki olyan, mint te. Te egyedülálló vagy. Senki nem hasonlítható hozzád. Ezt jelenti ez a szó. Nincs rajtad kívül senki más olyan, mint te. Ő az alkotó. Van egy nagyon egyszerű igazság szerintem az életben, amit érdemes megjegyezni, és az ember életében sok mindent helyre tesz. Hogy ő Isten, én pedig nem. Ez ennyire egyszerű. Hogy a mennyben van a mindenható Isten,
és az nem én vagyok. És ez banális, meg marha egyszerűen hangzik, de tudod, hogy hány helyzetet letisztáz? Hány problémát egyszerűbbé tesz? Hány megoldási próbálkozást egyszerűen el se indulok, mert tudom, hogy nem az én dolgom, meg nem tudom én megtenni, hanem ő neki kell. Ő az Isten, ő az alkotó, az ő szava tart fel minden, nem én. Ő a szent, ő az, akihez nincsen fogható. De ez a szent Isten, ez az egyedülálló Isten, akihez nincs fogható, közel enged minket magához. És mehetünk hozzá. Ennek a szent Istennek egy egyedülálló szeretete van felénk. Ma énekeltünk erről. És tudod, hogy Isten mindenkit szeret? Ezt úgy szoktuk tudni. Igen, Isten mindenkit szeret. De tudod, hogy Isten téged szeret? Ja, persze, tudom, Tamás, ezt már rengsz. De most gondolkodj ez egy picit el, hogy a mindenható Isten, akihez nincs fogható, aki felett áll mindennek, aki az örökkévaló, az idők elejétől kezdve, az idők végéig létezik, ő szeret téged. Nem úgy, ahogy a feleséged szeret téged, az is egy csodálatos dolog. Nem úgy, ahogy te szereted a gyermekedet, az is egy csodálatos dolog. Az ő szeretetéhez nem fogható semmi. Az ő szeretete feltétel nélküli. Megérdemelhetetlen. Elveszíthetetlen. Eljátszhatatlan. Ő szeret téged. Szoktuk ezt a szeretetet egy kicsit ilyen emberi keretekbe önteni, és akkor azt gondoljuk, hogy valamit tettem, és Isten biztos haragszik rám. Mert az emberi szeretet így tud működni, hogy egyszer fönt, egyszer lent. Kicsit így a feltételekhez igazodik. De Isten nem így szeret minket. Az ő szeretete nem emberi. És nincs rá ok bennem, amiért engem Isten így szeretne. És nem is kell szolgáltatnom rá okot, hogy Isten így szeressen. Mert nem tudok. Nem tudom megérdemelni. Nem tudom kifizetni. Egy dolgot tudok tenni, elfogadni. Elfogadni, hogy így szeret engem Isten. Azba az állapotomba, ahol tartok. Néha magamról nincs jó képen. Ezt el kell árulnom, de szerintem sokan vagyunk így. És Jeremiás azt mondja az ő levelében, hogy az ember igazsága, az ember nagyszerű dolgai, azok Isten előtt koszos rongyok. Na, ennek fényében semmi okot nem tudok szolgáltatni arra, hogy Isten engem szenvedélyesen szeressen. De tudom, hogy szeret. És örömmel elfogadom. És ő arra a kapcsolatra alkotott, hogy ebben a szeretetben élhessünk. Nem vallásosságra, nem keresztény viselkedésre, nem a hozzáállásodat akarja megváltoztatni, vagy másokhoz való viszonyodat, nem. Ezek majd jönnek utána. Az első dolog, hogy abban a szeretet kapcsolatban élhess, amiben elfogadod ezt a szeretetet tőle. Ez a legjobb teológia egyébként. Ha ennyit tudsz Istenről, hogy Isten szeret téged, akkor nagyon jó alapokon van a te Isten ismereted. Erre épüljön minden más. Látta a mi romlott állapotunkat, és elküldte az ő fiát értünk. És bármikor megállíthatta volna azon a passió úton, amikor őt bántották, verték, megszégyenítették, bármikor végethetett volna ennek. Sőt, maga Jézus is mondta, hogy atyám, ha van bármi más lehetőség, akkor inkább úgy csináljuk, ne így. És nem volt. Nem szállt ki. Hanem bűnné lett értünk. Hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Amikor ma az atya ránk néz, akkor az ő gyermekeit látja, akik meg vannak mosva Krisztus vérében. Akik hófehérre lettek mosva. Krisztus igazságát látja bennünk. Olyan embereké válhattunk az ő áldozatában, az áldozatán keresztül, mint akik soha nem vétkeztek. Egészen megdöbbentő. Te alkottad az eget, az egek egeit, és minden seregüket, a földet, és mindent, ami rajta van, a tengereket, és mindent, ami bennük van. Te adsz életet mindnyájunknak. Téged imádd a mennyei sereg. Isten alkotott mindent. Ezt mondja ebben az imában, aki Istenhez fordul. Az a gyanúm egyébként, hogy amikor elkezdték olvasni Mózes könyveit, így, ugye arra kérték Esdrás, hogy olvass fel nekünk a
a Bibliát. Mózes első 5 könyve volt akkor Ezrás kezében. Valószínűleg elkezdték az elején. És így olvasták, eljutottak a teremtéshez, és rájöttek, hogy mindent Isten alkotott. Aztán mentek tovább, és hallottak Ábrahámról, és mindjárt szó lesz Ábrahámról. Aztán mentek tovább, és hallottak Mózesről, és mindjárt szó lesz ebben az imában Mózesről, és hogy mindent, amit így kaptak, arra így reagáltak, válaszoltak Istennek, és életükben először hallottak a fenséges Isten dolgairól, és ez indítja a szívüket erre az imára. Uram, te alkottál mindent. Az előbb olvastuk, felolvasták nekünk. 7 nap alatt alkottad a világot, és mindenet a te szavad tart fent. A Kolossé levél is ezt írja, a Kolossé 1.17, hogy minden általa van, és minden ő benne áll fent. És el fog jönni az a nap, ezt meg Péter írja nekünk az ő levelében, amikor minden Isten szava, amit egybe tartott, azt mondja Isten, hogy mehetsz. És minden atomjaira esik szét ezen a földön. Minden el fog múlni, ami anyagi és új világot alkot Isten. Tegnap a lakásunkból kezembe fogtam egy ilyen nukleáris energiáról szóló gyerekkönyvet. Azt akarták, hogy a gyerekek olvassak nekik, de így belefeledkeztem, ilyen kezdtem így olvasni. Ők meg elmentek játszani. És így néztem, hogy hogyan alakul hogyan lesz atomenergia, hogyan működik ennek az elve. Nem untatlak vele titeket, nekem nagyon tetszett. És valami egészen megdöbbentő, hogy milyen kicsi, viszonylag kicsi átalakuláson megy keresztül az a plutónium atom, mennyire kevés tömeget veszít a súlyából, és hogy az a kevés tömeg milyen hatalmas energiává tud átalakulni. És képzeljétek el azt a pillanatot, amikor minden atom egyszerre engedi ki magából ezt az energiát, amikor a tömege energiával alakul vissza, mert Isten azt mondja, hogy indulj. Mekkora erő kell a dolgok összetartásához? És ó, mennyit küzdünk mi fölöslegesen, hogy a dolgokat egyben tartsuk. Ha ennyi energia kell így kicsin dolgok összetartásához, mennyi energia kell az életünk összetartásához? És mennyit fáradozunk, hogy ezt megcsináljuk Isten helyett? De ő az alkotó, ő az, aki mindent egyben tart az ő szava által, a te életedet is. Lehet, hogy át kéne engedni a bizalmat ezen a területen Istennek, nem? Ő az, aki egyben tartja a dolgokat. Mostanában a Márk evangéliumát tanulmányozunk csütörtökönként, és azt a történetet vettük, amikor Jézust ütötték, és ostorozták, és meggyalázták, amikor a szakállát megtépték. És gondold el, hogy közben az ő szava az, ami egyben tartotta azt a kezet, ami őt bántotta. Az ő szava alkotta azt a fát, amire felszegezték. És mégsem akadályozta ezt meg, hanem végigcsinálta. Méghozzá úgy, hogy nem nyitotta ki a száját, nem vádaskodott, nem osztotta ki azokat az embereket, hogy ó, ti, semmire kellők, azt se tudjátok, mit tesztek, hanem Istenhez kiáltott. Értük, hogy Uram, bocsáss meg nekik. Nem tudják, hogy mit tesznek. És végigcsinálta. Érted és értem. Te vagy, Uram, az Isten, akit kiválasztottad Ábrahámot, kihoztad Úr Kazdínból, és Ábrahám nevet adtad neki. A szívét hozzád hűnek találtad, és szövetséget kötöttél vele, hogy odaadod neki a kánaániak, a hetiták, az emóriak, a periziek, a jebusziak, a girgásiak földjét. Odaadod az ő utódainak. Meg is tartottad ígéretedet, mert igaz vagy. Megláttad őseink nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottad segélykiáltásokat a Vöröstengernél. Szóval itt van ez a hatalmas Isten. És a következő dolog, amiről beszélnek, hogy és mégis rátaláltál Ábrahámra. Most kezeld ezt a kontrasztot. Elmondják, hogy te alkottál mindent, te tartasz mindent fent, te uralkodsz. És a következő mondat, hogy és odahajoltál egy emberhez, egy Ábrám nevű emberhez, akit te kiválasztottál. Na de miért? Miért Ábrahám? Tudtad, hogy Ábrahám nem volt zsidó? Akkor nem volt még zsidó nép. Hogy lett volna ő az? Ő egy pogány volt. Azt mondja a Biblia, hogy idegen isteneket imádott. Egy bálványimádó Ábrahámhoz. Isten odalépett, és azt mondta, hogy Ábrahám, gyere velem. Kövess.
elindulunk. Hová? Hát azt most még nem mondom el, csak gyere! Gyere velem! Ez a mindenható Isten odahajolt egy emberhez, egy pogányhoz, egy bűnöshöz. És így maga mellé hívta. És tudod, hogy ez a mi történetünk? Ez az én történetem. Gyere és kövess. Sőt, azt mondja az Abcsel 7, hogy a dicsőség Istene megmutatta magát Ábrahámnak. Megjelent neki. Mert a szívét hűnek találta. Hogyha olvasod Ábrahám történetét, akkor igencsak látszott hiányosságokat is az életében. De itt nem erről van szó most, nem erre figyel az ige, hanem azt mondja, hogy a szívében láttál dolgokat, hűnek találtad. Tudod, hogy Ábrahám életét két dolog fémjelezte? Két dolog, ami így végigkísérte az egész életén. Az egyik a sátor volt, a másik az oltár. Ábrahám sátorban lakott, egész életében. Jó, az elején még szegény volt, de aztán nagyon meggazdagodott, és olyan gazdag volt, hogy palotában lakhatott volna, egy várost megvehetett volna magának. De ő maradt egy sátorban. És amikor az életének különböző állomás helyén megtapasztalta Isten jelenlétét, mindig épített egy oltárt. Ez a két dolog jellemezte az ő életét, a sátor és az oltár. A sátor kifejezte a viszonyát ehhez a földi élethez, mert ő azt mondja az ige, hogy hitből várta azt a várost, aminek tervező és építője Isten, ami nem ezen a földön van, hanem ami az eljövendőben van. Tehát ő nem gyökerezett ezen a földön meg, hanem sátorban lakott, és várta Isten örökkévaló munkáját. És oltár, ami meg kifejezte az ő kapcsolatát az örökkévalósággal, hogy Istenre fordította a figyelmét, hogy Isten volt neki a legfontosabb. Vajon mi fémjelezné a mi életünket? Mi az, ami így végigkíséri az életünket? Jeleket és csodákat tettél a fáraó előtt, és egész népe előtt, mert tudtad, hogy kevésen bánnak velük. Olyan hírnevet szereztél magadnak, amely megvan még ma is. Ketté hasítottad előttük a tengert, úgyhogy a szárazon vonultak át a tenger közepén. Üldözőiket úgy dobtad az örvénybe, mint követ a feneketlen vízbe. Tegnap lent voltunk a Dunánál a családdal, a Zebegénynél, meg voltunk hívva egy szülinapi partival, és a ház a Dunaparton állt. Eszméletlen jó telek volt. Tehát a kert vége a Duna volt. Mind beszéltünk róla, de jó lenne ide költözni. Na mindegy, a gyerekek lementek, és az volt, órákon át azt csinálták, hogy köveket dobáltak a Dunába. Nem tudom, hogy mi ebben a misztikus, de ezt a felnőttek is. Tehát így valahogy ennek van egy olyan megelégítő érzése, hogy repül a kősi bludgy. És így ebben ezt mondják itt is, hogy Uram, te úgy hajítottad be az egyiptomiakat a tengerben, mint ahogy kő esik a vízbe, és így plut, elnyelte őket. És emlékszünk rá. Olvastam már egy olyan beszámolót az egyiptomi szabadulásról, hogy a Vöröstengeri átkelés az nem is olyan volt, mint ahogy a Bibliában olvasjuk, hanem volt egy ilyen mocsaras rész a Vöröstenger északi részén, és Isten így átvezette őket a mocsáron. Na nem áll. Nem áll. Tehát így a 30 centis sárba így cupogtak, és akkor jött az egyiptomi sereg, és akkor így a sár elnyelte. Nem áll. Nem. Isten ajtót nyitott a tengeren. Átvezette őket száraz lábbal, és amikor jött az ellenség, őket elborította. Ez azért nagyon fontos, hogy ez így történjen, mert így történt egy másik meg, hogy mi is találjuk magunkat rázós helyzetbe. Amikor úgy érezzük, mint akkor Izrael magát, hogy mögöttünk az egyiptomi sereg, két oldalról hegyek, előttünk a Vöröslenge, most mi lesz? Végem van. Ugye tudjátok, hogy milyen ez az életben, amikor úgy érzed, hogy most végem van konkrétan. Nem lesz holnap. És akkor jött Isten, és átvitte őket a tengeren. Ilyen helyzetben nekem nem egy mocsár Isten kell, hogy megmutatom az utat a mocsáron keresztül. Nem! Nekem egy olyan Isten kell, aki utat tud nyitni a tengeren keresztül. És ez a mi Istenünk, aki megtette ezt Egyiptomban, és ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, a te életedben is. Ő az, akihez kiállhatunk, és ő az, aki az ellenségeinket a tenger közepébe tudja vetni. Majd így folytatja, felhőoszlopban vezetted őket nappal, és tűzoszlopban éjjel, hogy világíts nekik az utat, amelyen jártak.
Azt mondja nekünk Mózes könyve, az a beszámoló, amit ők is hallottak, és most megemlékeznek erről, hogy ahogy vezette Isten Mózes által a népet a pusztában, Isten előttük ment, mint egy felhőoszlop. És a Zsoltárok könyve elmondja, ezt nem úgy szoktál, szóval a filmekben láttál ilyet, akkor egy olyan, mint egy oszlop ment volna előttük, és így követték. Szóval nem csak ez volt, hanem azt mondja a Zsoltárok könyve, hogy a te jelenléted árnyék volt a pusztában számunkra. Tehát ott a sínai sivatagban, amikor mentek át, ahol 40-50 fok tud lenni a tűző napon, Isten jelenléte, mint egy árnyékvető felhő beborította őket, hogy óvja őket a tűző napsütéstől. És amikor besötétedett, akkor ez az oszlop, ez a felhő, ez lánggá változott. El tudod ezt képzelni? 2-3 millió ember felett egy ilyen lángoszlop, ki akarta volna őket megtámadni? Hát én biztos nem. És ugyanez a mi Istenünk. Ezért mondja az új szövetség, hogy ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk? Ha már a mi ellenfeleink, a mi lelkünk ellensége nem látja azt a felhőt, és nem látja azt a tűzoszlopot az életünkön, legalább mi lássuk. Mert ez az Isten velünk van. Majd leszálltál a sínai hegyre, és beszéltél velük az égből. Adtál nekik helyes törvényeket, igaz útmutatásokat, jó rendelkezéseket és parancsolatokat. Megismertetted velük szent nyugalomnapodat és parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényt adtál nekik, szolgád Mózes által. A következő dolog, amiről megemlékeznek, hogy Isten törvényt adott nekik, elvezette őket a sínai hegyre, és ott Isten hangja szólt hozzájuk. Emlékeztek? Remegett a hegy. Füst szállt föl a tetejéről. És akkor a nép látta ezt, akkor mondták, hogy fú, Mózes, ez nekünk nagyon ijesztő. Figyelj, menj föl, te beszélj Istennel, hozd le a törvényeket, addig mi itt megvárunk. Jó? Mi félünk. És Mózes fölment, és Isten átadta neki a törvényt. Lent a nép csak azt látta, hogy remeg a hegy, és hallják Isten morajló hangját. Szerinted ma hallanál egy ilyet? Kimennél, és itt látnád, hogy a Naszály teteje így felhőben van, és így morajlik az egész, mert Isten jelenléte leszáll a hegyre, így hatna az életedre szerinted? Ha persze, a hitünk így kilőne. De képzeld el, hogy az a nép, ami ennek szemtanúja volt, pár napon belül készített egy aranyborjút, és azt mondták, hogy végre megvan a mi Istenünk, aki kihozott minket Egyiptomból. Ó. Érdekes, hogy azt gondolnánk, hogy az ilyen látványos dolgok, ezek a csodák, ezek így összerakják az életünket, pedig nem. Tudod, mi az, ami így előrébb visz, és így megtart? Isten igéje. Mert a hit az hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. És Isten ennek a hitnek a mentén dolgozik az életünkben. Isten igéje által. Az égből adtál nekik kenyeret, amikor éheztek, és a kősziklából fakasztottál vizet, amikor szomjaztak. Azt mondtad nekik, hogy menjenek be, és vegyék birtokba azt a földet, amelyre esküre emelt kézzel ígért. Amit esküve emelt kézzel ígértél oda nekik. Adott nekik kenyeret, és adott nekik vizet. Minden nap, hello Barnabás, 40 éven keresztül minden egyes izraelita egy ómer, az kb. 3,5 liter mannát szedhetett össze a földről. 40 éven keresztül 2-3 millió ember 3,5 kiló kenyeret kapott az égből lehúlva. És ennyi vizet kapott a pusztában. Ha már vezettél csoportot, és tudod, hogy kb. 100 embert így vezetni és ellátni élelemmel milyen feladat, akkor tudod, hogy ez milyen csoda volt, hogy Isten 40 éven keresztül így megtartotta az ő népét a pusztában. És olyan érdekes, hogy amikor bementek a Jordánon keresztül az ígéret földjére, ez a manna így abba maradt. Addig tartott. De azt mondta nekik Isten, hogy ne felejtsétek el, hogy a pusztában mannával etettelek titeket. Hogy a semmiben, a sziklából vizet fakasztottam nektek. Mert nem mindig fogok így gondoskodni rólatok, így módon.
Amikor bementek az ígéret földjére, majd dolgoznatok kell. Megművelnetek a földet. De én ugyanaz az Isten maradok, aki ezt megtette veletek, mert hű vagyok hozzátok. Én azt szeretném, hogy egy kicsit gondolkodj azon, azokon az időszakokon, amikor Isten így hordozott téged, amikor Isten így hű volt hozzád, és vitt előre. Mert nem mindig így munkálkodik Isten, nem mindig ennyire látványosan munkálkodik Isten. Van, amikor a két kezeddel kell dolgoznod, van, amikor csak menned kell előre azokban a dolgokban, amit ismersz róla. De ő ugyanaz az Isten, aki hű volt hozzád a nehézségeidben, aki hordozott téged a pusztádban, aki gondoskodott rólad, amikor semmi más módon nem lehetett volna, hogy megmaradj. Mert övé az ég, övé a föld, és ő hűséges. Még egy pár ige verset megnézünk, és utána abba hagyjuk. Őseink azonban kevélyek voltak, megmakacsolták magukat, és nem hallgattak parancsolataidra. Nem akartak engedelmeskedni, nem emlékeztek csodáidra, amelyeket velük tettél, hanem megmakacsolták magukat, és a fejükbe vették, hogy visszatérnek az egyiptomi szolgasságba. De te bűnbocsátó Isten vagy, kegyelmes és irgalmas, akinek türelme hosszú és nagy a szeretete, ezért nem hagytad el őket. Azonban, és szerintem itt is találkozik a mi történetünk, amikor Isten hűséges, mi azonban. És itt azt mondja, hogy az ő népe nem emlékezett a csodáira, sőt, megmakacsolták magukat, keményítették az emberi szívüket, és így nem emlékeztek arra, hogy Isten mit tett velük. De annyira hálás vagyok azért az utolsó versen, amit felolvastam, hogy de Isten nem hagyta el őket. Látták ketté nyílni a Vöröstengert, látták a mannát levúlni az égből, látták, ahogy Isten gondoskodik róluk, és így olyan gyorsan elfelejtették, olyan gyorsan megkérdőjelezték Istent, és azt mondták, hogy nem mehetnénk vissza Egyiptomba, ott jobb volt nekünk. De Isten nem engedte el őket. Ha szeretnél valódi változásokat az életedben, ha szeretnéd, hogy Isten lelkileg fölkavarja az életedet, akkor nem a nagy csodák kellenek, nem a látványos csinadratta. Az nem tartja meg a szívedet sokáig. Az övéket se tudta. Egy dolog kell, hogy el tud fogadni Isten szeretetét. Hogy ő, amikor gázba vagy, és hűtlen vagy, ő akkor sem enged el téged. Ezt értsd meg. És ez fogja a szívedet megváltoztatni. Ez tud engedelmes szívet kiformálni benned. Ebben dicsül meg Isten, hogy akkor is szeret, amikor nem vagy rá méltó. Hogy akkor is tart, amikor te el akarsz menni tőle. De ő egy apa, és nem enged el, hanem újra és újra magához van. Ő ebben megdicsőül. Én azt gondolom, néha, ha látnék egy lángoszlopot, egy tűzoszlopot, hát én úgy megváltoznék minden függőségemből, hogy az ember akármilyen függő, hát ilyet lát, hát nem ezt tart meg. Hanem amikor megérti egy ember, hogy Isten bűnbocsátó, hogy kegyelmes, hogy irgalmas, hogy szerető, és micsoda kontraszt ez az ember viselkedéséhez képest. Isten simán elpusztíthatta volna őket. Azt mondja, jó, hát akkor menjetek vissza Egyiptomba, hogy keresek valaki mást. De megkímélte őket, és nem adta fel őket. És tudjátok, hogy olyan érdekes, hogy Mózes ezen a ponton, amikor ezt látta Istenből, akkor döntött el, hogy van Istenben valami különleges, amit ő látni szeretne. Emlékeztek arra, amikor odaállt Mózes Isten elé, és azt mondta, hogy jó, eddig láttam, hogy mit csinálsz. De most megmutatnád a dicsőségedet nekem? Hát ezt nem láthatod, Mózes. Na jó, de egy kicsit engedek belőle, a hátamat megmutatom neked. És ezért mondja az ige, hogy Isten népe látta az Úr dolgait, de Mózes pedig ismerte Isten útjait. Ismerte Istent. Mert látta, hogy ő kegyelmes, ő irgalmas. És hogy ez micsoda dicsőség. Pedig még borjúszobrot is készítettek maguknak, és ezt mondták, ezek a te isteneid, aki fölhozott téged Egyiptomból. Ilyen gyalázatos dolgot követtek el. De te nagy irgalmadban nem hagytad el őket a pusztában, nem távozott el tőlük a felhoszlop nappal, vezette őket az úton, sem a tűzoszlop éjjel, hogy világítson nekik az úton,
amelyen jártak. Jóságos lelked adtad, hogy értelmessé tegye őket, nem vontad meg szájuktól mannádat, és adtál nekik vizet, amikor szomjaztak. 40 éven át gondoskodtál róluk a pusztában, nem nélkülöztek, ruhájuk sem szakadt le róluk, és lábuk sem dagadt meg. Íme a te Istened, aki a jóságos lelkét adja nekünk, hogy értelmessé tegyen minket. Ez olyan, mintha a mi történetünk lenne. Hogyha malavei kötök közületek károsztatás alatt van, le van terhelve, akkor hadd frissítse fel ez a szívedet, hogy Isten nem ad fel. Amikor így viselkedtek, akkor aznap is odaállt a füstoszlop, és beárnyékolta őket. Éjszaka nem szűnt meg a fény. Másnap újra hullott a manna. Isten ott volt. Odaadta nekik a jóságos lelkét, hogy értelmessé tegye őket, hogy tudják, hogy őt kell keresniük. Károsztatás alatt vagy esetleg? Le vagy terhelve? Tudom, hogy vannak olyanok, akiknek újra ezt kell hallaniuk, hogy ő szeret téged, még a kudarcaid közepén is. És hív téged magához. Ez tud újra friss szívet adni, amikor ezt megérted. Ha ma csinálnánk két sort, az összes váci embert két sorba állítanánk, és azt mondanák, hogy álljon az egyik sorba az, aki megtört Isten előtt, és küzd, és irgalomra van szüksége. Álljanak ebbe a sorba. Álljanak a másik sorba, akit ez abszolút nem érdekel. Nem érdekli Isten, Isten dolgai. El tudod képzelni, hogy egy utóbbi sor jóval hosszabb lenne, mint az előző. De te melyik sorba akarsz beállni? És tudod, hogy Isten abban gyönyörködik, amikor hozzá megtörten, oda jönnek, és azt mondja, Uram, nekem egyszerűen csak rád van szükségem. Irgalomra van szükségem. Ha károsztatás alatt vagy, akkor tudod, hogy Isten nem károsztat, hanem magához hív. Hogyha úgy érzed, hogy meg kell térned bizonyos bűnökből, az jó, de az a szaladj oda Istenhez. A károsztatás mindig távolabb akar vinni Istentől, a bűn, az igazi bűnvallás ez mindig odahív Jézushoz téged. Itt megállunk, és nem megyünk tovább. Én szeretném, hogyha most imával lezárnánk, és én nagyon bátorítanálak arra, hogy szállj az életedből x órát. Meg sem mondom mennyit, mert nem ez a szám a lényeg. Adj oda x órát egybe Istennek, amikor csak leülsz az Úr elé. És így engedd, hogy így kiöntse rád ezt az irgalmat, ezt a szeretetet. Mert miért mennénk tovább? Hogy mennénk tovább e frissítés nélkül? Mennyi, Atyám, nekünk olyan jó megvallani előtted, különösen olvasva ezeket a történeteket. Különösen olvasva azt, hogy milyen vagy te a népedhez. Olyan jó megvallani előtted, hogy szükségünk van rád. Hogy irgalomra szorulunk. És olyan hálásak vagyunk, hogy szeretsz minket. Engedd, hogy a kemény fejünk, a lassú szívünk megértse, felfogja és elfogadja a te feltétel nélküli szeretetedet. Amikor a te néped kapta a törvényt, az nem tudta megváltoztatni őket. Amikor látták a csodáidat, az ideig óráig hozott csak változást. De tudjuk, hogy te elküldted a te igédet. És oda teszed mellé a te lelkedet, hogy Isten szava lehet az életünkben. Már nem kőtáblára írod a törvényt, hanem a szívünk hústáblájára. Belülről kifelé változtatsz meg. Köszönjük Jézus, hogy ezt lehetővé tetted. És én imádkozom, hogy mindenki, aki ma itt van, átélhessen egy ilyen lelki növekedést. Azáltal, hogy odaáll eléd és megérti a te útjaidat. Megérti, hogy milyen vagy te, hogy mennyire szereted. Áld meg a te népedet, Uram. Áld meg ezt a Váci Golgotát. Áld meg a gyülekezeteket ebbe a városban, Vácon és a többi helyen, Magyarországon. Mert annyira szeretnénk látni a nemzetünkben egy ilyen fordulatot.
amit akkor Izrael átélt. Hogy olvasták az igét, és egyszerűen az életükből feltört a válasz. Legyen áldott a te neved, Uram. Hálát adunk, köszönetet mondunk, és magasztalunk téged. És áld meg a közösségünket is, ahogy most majd beszélgetünk egymást, megszeretgetjük, odalépünk egymáshoz. Hadd legyen szeretet közöttünk. Jézus Krisztus nevében imádkoztam. Ámen. Hogyha szeretnétek imád kérni, akkor nagyon szívesen imádkozom elő bármi kapcsán veletek. Lássuk ebben is Isten munkáját, és maradjatok, ameddig csak szeretnétek. Érezzétek jól magatokat.